Hello! Gyere vissza! Sziasztok, én Mester Ezt Dávő, ez pedig Zapavlog csatornám, és ma megint egy járművet fogunk kipróbálni. Mutatom is rögtön. Látszik? Valahonnan látszik. Ez pedig nem más, mint egy igazi Segway. Jó, most még nincs bekapcsolva, ezért elborul. Történt ugyanis, hogy megkeresett a Xiaomi Shop, hogy nincs-e kedvem dolgokat tesztelni, és továbbra is van kedvem dolgokat tesztelni, úgyhogy most ezt fogjuk kipróbálni. Ez a konkrét darab itt a Segway 9.S, és a Segway története állati érdekes. 2001-ben dobták piacra az első járművüket. Hát kb. Ugyanígy nézett ki, csak hosszabb volt a karja, mert azt még így kézzel kellett fogni, és eszméletlen hype lett körülötte, tehát felkapta a világsajtó, mindenki rajongott érte. Még maga Steve Jobs is azt mondta, hogy hát ez a személyi számítógéppel egyenértékű, vagy ugyanolyan jelentőségű a technika történetében, meg az emberiség történetében ez a dolog, mint a személyi számítógép. Aztán ő is visszakozott, meg hát jóval, hogy is mondjam, kisebb lett később az érdeklődés a dolog iránt, vagy nem lett legalábbis akkora forradalom, mint amilyennek először kinézett, de az tény, hogy a dolog máig létezik, és nagyon sok verziója létezik, és nagyon sokan gyártanak Segwayeket, mert a Segway az ugye egy cég, meg egy konkrét jármű neve volt, de mostanra köznévé vált, és volt is egy videóm a kubit.hu-n, ahol egy ilyen Segwayt próbáltunk ki, ami nem Segway volt, hanem Airwheel márkájú, de nagyjából ugyanazt tudta. És akkoriban ezt azért tartották forradalminak, mert hát kevés komputerizáltabb közlekedési eszköz létezik a világon, tehát van két kerekünk egymás mellett, és a kettő között elektromotorok, érzékelők, giroszkópok, számítógép és mindenféle egyéb kütyű. Hát ez egy magától kikapcsolva így felborul, de majd ha bekapcsoljuk, akkor látjuk, hogy szépen megáll. És ugye az irányítása is egészen újszerű volt, mert a saját testünkkel és a saját súlypontunk mozgatásával irányítjuk, hogyha előre dőlünk, előre megy, ha hátra dőlünk, hátra megy. És elvileg ez a kar a nagyobbakban is, meg ezekben a rövidebb verziókban is arra szolgál, hogy ezzel kanyarodjunk. És ebben a szektorban is manapság mennyire Kína diktálja a tempót, azt jól mutatja, hogy ezt a gépet azért hívják Ninebotnak, vagy Segway Ninebotnak, mert a Ninebot, a Segway ugye amerikai, a Ninebot, ez egy kínai cég, és 2015-ben úgy, ahogy van, meg is vették a Segwayt, és azóta Segway Ninebotok készülnek náluk. És hát azért is aktuális most ez a videó, mert éppen most pár héttel ezelőtt jelentették be, hogy a klasszikus Segway gyártását azt leállítják. És hogy miért, annak több oka lehet. Hát egyrészt ugye állati drága volt azért őszintén, szóval a piacra kerülésnél $5000 kértek érte, ami hát nem tudom, egy használt autó ára, szóval hogy azért elég erős volt még Amerikában is az ára, és talán ez okozta, hogy az egész életciklus alatt, egész mostanáig összesen 140 000 darabot adtak el, ami hát így közel 20 év alatt nem egy olyan nagyon impozáns szám. És történtek aztán mindenféle balesetek Segwayekkel, ez nyilván elriasztotta a vevőjelöltek egy részét, és aztán eszméletlenül elterjedtek és nagyon népszerűek lettek az elektromos rollerek, hát nyilván ez sem tett jót a Segway piacának. Na de térjünk át erre a konkrét darabra. A klasszikus Segwaytől ez ugye abban különbözik, hogy ez a középső bot itt jóval rövidebb, konkrétan egy felnőtt ember térdéig ér, mert hogy ezt térdel kell irányítani, hát ezt majd meglátjuk a gyakorlatban mennyire működőképes. Maga a gép, ahogy mondtam, 13 kg, 10,5-szoros kerekei vannak, és a kettő között természetesen rengeteg elektronika, elektromotorok és giroszkóp. Egyébként 700 wattosak a motorjai, amiből ugye kettő van, hiszen külön hajtja a két kereket, amivel ilyen szépen lehet majd remélhetőleg forogni. Hát a nagy Segwayjel azzal lehet. A hatótáv erőre 22 km, a végsebesség pedig 16 km per óra, emlékeim szerint annak az Airwheel-nek is pont ennyi volt a végsebessége, ami azért szerencsére nem nagyon veszélyes sebesség, tehát jóval alacsonyabb, mint például egy elektromos roller végsebessége, de azért már jóval gyorsabb, mint egy gyalogos, tehát hogy azért ezzel is vigyázni kell egy járdán. A rengeteg érzékelő különben tényleg egy csomó mindent csinál, állítólag másodpercenként 200-szor küldenek adatot a számítógépnek a berendezés vagy a jármű helyzetéről, meg állapotáról, és így a gép állítólag felismeri a különböző terepviszonyokat, és ahhoz igazítja a működést. A világítása automatikus, tehát állítólag fékezéskor, illetve lassításkor meggyulladnak által a piros lámpák, illetve kanyarodáskor a sárgák elkezdenek villogni az adott oldalon, tehát hogy gyakorlatilag magától indexel. Van benne egy csomó biztonsági funkció, például
megáll, hogyha felemeljük, meg akkor is megáll, hogyha elborulunk vele, meg van benne fekete doboz, meg lopásgátlás, és természetesen figyelmeztet, hogyha elérjük a maximális sebességet. És természetesen jár hozzá applikáció, amit mindjárt kipróbálunk. Meg is találta ebben a pillanatban, elképesztő. Elindult itt az asztalon. Igen, szóval elvileg van itt egy ilyen távirányító funkció, hogyha az ember leszáll. Oké. Tényleg lehet távirányítani? Megőrülsz? Le ne essél már! Hello! Na jó, ez így nagyon ijesztő. Egy ekkora asztalon manőverezni vele. Gyere vissza! Oké. És érzékelte is, hogy fölemeltük. De most ki fogjuk próbálni, természetesen gyerekekkel együtt, mert ők nagyon ráizgultak erre a témára. És az a helyzet, hogy amikor a Qubitos videót csináltam, és nálunk volt pár napig egy Segway, illetve az Airwheel, akkor kiderült, hogy állatügyesen irányítják, pedig szerintem gyereknek nem is szabad. Na mindegy, de hogy ők nagyon jól tolták, úgyhogy elmennek, vagy eljönnek velem kipróbálni. Na, lássuk, most elindítom. Figyelj! Mozog! Nem tudom, mennyire látszik. Ott megy. Hello! Gyere vissza! Figyelj, most fel kell állni valahogy. Ő picsog. Oké. Rajta vagyok. Na és most? Hát és megpróbálok megfordulni, teljesen visszamenni a kamerához. És most egy darázs, ez nem tudom, vagy méhecske, ez nem tudom mennyit segít. Akkor tudok szelfizve is szegvélyezni. Tudok szelfizve. Ez megint csak egy ilyen híres utolsó mondat. Miért az utolsó? Milyen az? Hát például, hogy a medve nem támad ebbe az évszakban, meg van, aki ilyen híres. Ezt a bombát már hatástalanították, stb. Vannak ilyen híres utolsó mondatok. És ezek közé tartozik a tudok szegvélyezni, úgyhogy közben egy kamerát tartok. A lényeg, hogy határozott mozdulattal, úgy gyerünk, meg fog tartani, mert tetszik? Igen, 150 ezer, de micsoda élmény? Na úgy láttam, hogy megvan a program. Amíg van még ebbe az aksiba, addig ti mentek. Már vissza se jössz, fiam? Az a baj, hogy ő túl alacsony, nem tudja irányítani, a túl magasan van a kar. Határozottan megy, mint én. Hát dőlj előre. Ezzel fogok hazamenni. Ne, autó. Azzal, de megy neki. Megyek haza. Szia, Marci. Elképesztő. Na jó van, Marcikám, most már ne vidd el, a név elvitte. Na hát nem értem az időt, hogy mennyit szórakoztunk vele, de mindjárt lemegy a nap, úgyhogy elég sokat. A srácok jól kiszegvélyezték magukat, és az akkumulátor az még a saját bevallása szerint teljesen tele van, ami elég fura, de mindesetre jó hír, hát azt most hivatalosan nem mértük, hogy mennyi ideig lehet használni, de ez mindesetre bíztató. Az, hogy ez az eszköz mennyire használható mondjuk városi közlekedésre, vagy városi használatra, azt nem tudom, mert azért nem nagyon könnyű, ugye 13 kiló is, és nagy úgy minden irányban, szóval hogy egy ilyennel felugrani egy villamosra vagy buszra, az valószínűleg nem olyan egyszerű, különösen, hogyha az tele van, meg különösen, hogyha az nem alacsony padlós, de ha valaki jó erőben van, az megpróbálhatja. És a másik, hogy annak idején a Qubitos videóban megkérdeztük a Kressz professzort, hogy mit gondol a Segwayről, vagy hogy arra milyen szabályok vonatkoznak, és azt mondta, hogy nem tudja, mert hogy ilyen nincsen hivatalosan, nem létezik az a jármű, nincs a Kresszben, és hogyha valami nincs a Kresszben, akkor aki egy ilyennel közlekedik, az hivatalosan gyalogosnak számít, és akkor hát a járdán kell vele közlekedni, ami hát nem nagyon jó hír, illetve hát nyilván van itt egy ilyen szabályozatlan terület, mert egyre több ilyen jármű jelenik meg, ami se nem bicikli, se nem segédmotorkerékpár, se nem semmi, tehát mégsem mondhatjuk, hogy ezek az emberek, akik ilyeneken szaladgálnak, azok gyalogosok lennének. Szóval, hogy ez egy kicsit ingoványos terület, és az biztos, hogyha egy ilyennel járdán közlekedünk, akkor nagyon kell vigyázni, még akkor is, hogyha ez sokkal lassabb, mint egy elektromos roller, mert nem 25-tel, mert csak 15-tel, de az biztos, hogy nagyon kell vigyázni, egyrészt vigyázzunk magunkra, másrészt vigyázzunk a többi közlekedőre. A magunkra vigyázással kapcsolatban viszont meg kell jegyezni, hogy
tényleg meg lehet néhány perc alatt tanulni a használatát. Itt egy 6 és 10 éves gyerek tanulta meg pillanatok alatt, hogy hogyan kell kezelni, pedig a 6 éves az tulajdonképpen alig érte föl ezt az irányítókart, de hogy, lemájult a lábával, de hogy mégis pikpak megtanulták, tehát hogy ezzel biztosan nem lesz gond. Szóval, hogyha valaki egy ilyen különleges járműre vágyik, mert hogy az biztos, hogy meg fogják bámulni az utcán, akkor bátran szerezzen be ilyet, csak aztán használja óvatosan. Na mondjátok el a véleményeteket, az biztos, hogy ez óriási vitákat szokott kavarni, hogy mit keresnek ezek a járművek a járdán. Szóval hogy mondjátok el a véleményeteket, és addig is iratkozzatok fel a csatornára, jövő héten találkozunk, sziasztok!